Köszönöm. Megkérnélek, hogy politikai áthajlások nélkül ebben a narancssárga székre foglalj helyet. Hölgyeim és uraim, Gombos Edifa. Jó estét kívánok, Gombos Edina vagyok, ez pedig az Aktív, ő itt a hasonmásom, aki nagyon hasonlít rám. Az a kérdés, hogy miben hasonlítunk, mert lehet, hogy csak a külsőnkben. Neked például milyen kutyád van, mi a kutyád neve, mert lehet, hogy ez az én kutyám, és nem a tiéd. Mi a kutyád neve? Ő Chili. Chili? Uh-huh. És hol dolgozol? Hát mi az Aktívban. Az Aktívban? De ugyan magállámban nem dolgozol. De ott is. A k***a életben ki akar túrni az állásomból? Bocsánat, elnézést, légy szíves, add ide nekem a kis kutyámat. De azért ő nincs nálam mindig. Viszont van nekem egy gyenge pontom is, gyere Csilikém, ne szaj be. Van nekem egy gyenge pontom is. Ekkor féltem, gyenge pontod. Ugye nem fog bekakilni? Hát remélem, igen. Van nekem egy gyenge pontom is. Ugye nem kubai a pasid? Az én pasim egy gyönyörű kubai pasi, ott ismertem meg. Te mit tudsz a pasidról? Hát azt, hogy nagyon jó képű és iszonyatosan jó fej. Nem ezt kérdeztem. A te pasid ugye? Az én pasim Kubában lakik, és három hónap után megkérte a keszem. Akkor és az ágyban valamit. És az ágyban nagyon ügyes. Ugye a tiéd nem ilyen? Elvetted a pasimat is, ugye? Most féltékeny vagy? Nem vagyok féltékeny, de sajnos ebből lehet, hogy rendőrségügy lesz. Köszönöm szépen. Gyerek Csilikém. Köszönöm szépen. Gombos Edina. Kérlek, gyertek. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen.